Villamos megállóba rohant egy furgon a délutáni csúcsforgalomban a budapesti 9. kerületben. Hatan sérültek meg, közülük hárman a kórházban meghaltak, a három súlyos sérült közül még egy állapota válságos. Ez a furgon hajtott a megállóban várakozó emberek közé. Négy férfit és két nőt ütött el. Négyen közülük életveszélyes sérüléseket, többszörös sérüléseket, koponya, mellkasi, hasi, végtagsérüléseket szenvedtek, két férfi pedig súlyos, de nem életveszélyes állapotban került kórházba. A mentőknek több emberen már a helyszínen életmentő beavatkozásokat kellett elvégezniük. A sérültek ellátásába a tűzoltók is bekapcsolódtak. A tűzoltóság doktor szolgálata egy súlyos életveszélyes sérült látott el a helyszínen. Ezen kívül segítettek a kollégáim a villamos alászorult egy sérültet kiszabadítani. A két legsúlyosabb sérültet a mentők a baleseti intézetbe vitték. Már útközben újra kellett éleszteni őket. Élettel összeegyeztethetetlen sérülése volt mindkét sérültnek, és sajnos az újraélesztés sikertelen volt, és mind a két sérült elhunyt. A furgon vezetőjét a rendőrök a helyszínen megszondáztatták, majd elvitték. Őrizetbevételéről a kihallgatás után döntenek.